a ritka percek egyike, amikor egyetértek a zenei szerkesztővel. Miben is? A Pink Floydot illetőleg? Abszolút. Inkább a Money című számot játszottnál. De ez profi box meccsre lenne igazi. A piros sarokban Tolnai Attila, a kékben Szőke Tasi Zoltán. Utóbbi érkezik majd a kékben, tehát... Kinek lesz fal kemény a védekezése, az itt a kérdés, tehát Tolnai vagy Szőke. Kicsit fejjel előre megy Tolnai Attila, ha ezt egyszer eltalálja a Szőke, akkor igen, az lehet nyerő. Lehorgasztja és megy előre, mint egy szarvasbika. Szőke a régi motoros. Ő tűnik rutinosabb viszonylag. Még volt ifi válogatott is. De felnőttben nem nagyon érvényesült, ő is magyar bajnokságra szedte össze magát. Hosszú balk ezek találnak Szőkétől. Igen, de az ő védekezése sem elég stabil eddig. Ja, most is bekapott egy balegyenest. Igen, ilyen elkerülhető sallarok bejönnek. Thank you.
A második 3 perc. Nem elég átütő erejük ezek a támadások Szőke Tasitól. De talán valamelyest kezdeményezőbb, ha ez igen, bírói hát, szempontból számíthat. Igen, szuper nélsőbb azért ezzel le kéne söpörni az ellenfelet egy ilyen kombinációval. Előző szindróma, Szőketesi beviszi a kötelekhez, és ő kapja a pofonokat. Nagymamám erre azt mondaná, hogy nem ment volna oda. Igen. Nem megbántásképpen, de azt kell mondjam, hogy Bernát Pisti nyugodtan alhat. Igen. Valószínű, hogy ő is megcsinálhatná azt, amit egykoron George Foreman megcsinált, hogy egy este 5 ellenféle boxolt. Fogadásból? Rendes profi meccs volt. Egy gálát így szerveztek meg, hogy 5 ellenféle boxol. Mindez 5-öt legyőzte. Többnyire KO-val. Csak nagyanyám jut eszembe megint. Nem mentek volna oda. Szerintem Bernát most az egész este leverte volna az egész hát mezőn. Nagyjából az eddig látottak alapján, abból az egy percből le lehetett vonni a bevonulástól a igen. Kivonulásig, amit bent töltött. Nem lesz. Nem lesz egyszerű dolga annak, aki vele összekerül majd. Szőketesi szólító sorka most Fasznek Jenő. Jenő bácsi, a legendás utánpótlás nevelő, aki még édesapámmal csinálta együtt a KSI-ben a edzősködést, utána Újpestre került, utána megint vissza a KSI-be, és egy rengeteg bajnokot nevelt, és többek közt Bacskai Balázsnak és Harcsa Zoltánnak is ő volt a nevelő edzője. Alig ha ezen múlik tehát, hogy milyen tanácsok jönnek most. És hát nem utolsó sorban az én sarkomon is rengeteg, de amikor Újpesthez kerültem 1987-ben. A KSI-s évekről nem is beszélve. Utolsó menet tehát a tolnai Szőketasi összecsapáson.
Az orvérzés gyakori? Vagy az hajlam kérdése? Hát, vannak időszakok, nekem volt egyszer, nem is tudom melyik koromban, hány éves koromban, de mellém ütöttek már vérzet az orrom. Van, akit meg egész este verhetnek, és semmi baj nincs, ezért kérdezem, hogy ez min múlik. Mert itt például most az orvérzés miatt állították meg, ha jól látom. Igen. Ami akár lehet nagyobb sérülés jele is. Ilyen ez a sport. Az orvos engedi tovább. Szép két kemény ütés. Igen, most föltámad kicsit Tolnai. De itt is az az érzésem, ami egy korábbi meccsen már előfordult, hogy talán későn, mert a meccs összességében inkább Szőketasi dolgairól szólt. Meglátjuk, hogy a bírók is így látták-e. Ja. A szuper nehéz súly második párjában tehát, plusz 91 kg-ban, ha nem mondtam volna eddig. Bernát könnyű győzelme után most egy 9 perces meccs. Egyhangú pontozás. Szőketasit látták jobbnak a bírók.